kevesebb mint 50 nap van hátra abból az 500-ból, amelyet a román takarításra adott tavaly Bokros Lajos. Hogy ennyi idő után milyen esélyt lát a teljes ellenzéki összefogásra, arról a MOMA elnökével beszélgetünk. A sajtón keresztül üzengetett egymásnak az elmúlt napokban a DK és az MSZP, hogy feloldódhat-e az ellentét a két párt között, és indulhatnak-e együtt 2018-ban, arról Molnár Csabát kérdezzük. A MOMA elnöke Bokros Lajos a vendégünk, jó estét! Jó estét kívánok! Hadd kezdjem CEU-s ügye, már csak azért is, mert Kovács Zoltánnal egy hosszabb vitába bonyolultam a mai találkozója nyomán arról, hogy a CEU története az voltak éppen egy jogi vagy egy politikai történet, hogy ki terelte politikai síkra vajon a rektore, aki körbejárta a világot, vagy a kormány, amelyik eleve politikai szándékból lépett egyet. De van itt egy új elem, ami mint egyfajta nyomásgyakorló eszköz jelent meg. Az Emberi Erőforrások Minisztériumában létrejött egy olyan munkacsoport, amelyiknek az a dolga, hogy az egyetemen, a CEUN, meg a Közép-Európai Egyetemen nyilván tanító oktatók munkavállalási engedélyt, külföldi oktatók munkavállalási engedélyt, a papírjait ellenőrizni. Igen, ami hallottunk róla. Ami hát eléggé furcsa, mert ilyen talán ott a 80-as években volt ilyen formán divat, hogy jött az ellenőr és papírokat kért. Hát, hogyha ez egy szabályos, szokásszerű, periódikusan előforduló ellenőrzés lenne, akkor állnánk elébe. Itt azonban arról van szó, hogy miután múlt héten a Fidesz és maga Orbán Viktor személy szerint is az Európai Néppárt szombati zárt ülésén politikai vereséget szenvedett, ezért most éppen, hogy a magyar kormány akarja jogi útra terelni az ügyet. Ők voltak azok, akik eddig politikai ügyet csináltak ebből. Már a kiinduló pontjuk hamis volt, ugyanis a CEU, a Közép-Európai Egyetem folyamatosan megfelelt a magyarországi felsőoktatási törvény összes követelményének és az összes ebből fakadó akkreditációs szabálynak. Tehát jogsértés a CEU esetében nem volt. A új törvény új jogi helyzetet állított elő, de ez politikai szándékból fakadt, és ez a politikai szándék nyert most elutasítást múlt szombaton a Európai Néppárt részéről. Igen, de ennek semmi hatása nem lenne. Most, ahogy Kovács Zoltánt hallgattam, a szerint sem, ahogy most a kormányzati megszólalásokat hallom, a szerint sem, hogy itt van ez az EMIS munkacsoport, hát ez sem azt mutatja, hogy békülni akarnának. Nem tudjuk, hogy mit akarnak, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy folytatódik a pávatánc. Orbán Viktor rendszeresen másképpen beszél Brüsszelben, mint Budapesten. És teljesen mindegy, hogy mit ígért meg a szombati zárt ülésén az Európai Néppárt vezetőségének, attól még folytathatja az azzal tökéletesen ellentétes szándékú cselekvést Magyarországon. Melyet láttunk többet. Külföldre, hát élt Brüsszelben, Európai Uniós. Látszik, de időhúzásra játszanak. Hát onnan is látta, hogy mi történik Budapesten, vagy Lisszabonban. Műsorvezető úr, hadd emlékeztessem csak arra, hogy amikor a Táváres jelentés készült, azt megelőzően arra hivatkozott rendszeresen, és ezzel csinált időhúzást, és nyert időt a Fidesz kormány, hogy rossz a fordítás. És most itt az derült ki, hogy mit akarok egy olyan Táváres jelentéstől, amit egy portugál kommunista írt. Igen. Ez volt az utolsó érv. Jó, de ennek nincs semmi jelentősége, ezt csak azért akartam fölhozni, hogy az időhúzásra játszanak, pontosan azért, hogy a CEU fusson ki az időből, mert nagyon szigorúak azok a határidők, amik előírták az új törvénynek való megfelelésünket. Következésképpen, ha kifutunk az időből, akkor utólag ők terelhetik teljesen jogi útra az egészet, mert azt mondhatják, hogy a Közép-Európai Egyetem működése október után ténylegesen törvénytelenné válik azáltal, hogy nem fogunk tudni megfelelni annak a feltételnek, hogy közben Amerikában nem lesz tevékenységünk és kampuszunk. Nem beszél valahogy, hogyha a bizottság vagy bárki rákényszeríti a kormányzatot, hogy visszalépjen ettől a törvénytől, addigra már lehet mondani, hogy mi visszaléptünk, de hát hol a CEU? Nem ilyen egyszerű azért szerencsére a helyzet, mert ebben a múlt szombati politikai vereségben az is benne volt, hogy nem kisebb személyiség, mint Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője, frakcióvezetője, európai parlamenti csoportjának a vezetője azt mondta, hogy igen ám gyerekek, de a határidőket most azonnal tessék felfüggeszteni. És erre figyelni fog az Európai Néppárt vezetése, az Európai Néppárt frakciója, és figyelni fog az Európai Bizottság is, amelyik nem tudom figyelte, az alelnöke Franz Timmermans ma azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktor beszéde antiszemita felhangokat tartalmazott szombaton.
Tehát amikor ők gátlástalanul sorosoznak, és összekeverik a szezont a fazonnal, és azt mondják az egyetemre, hogy ez egy soros egyetem, ahelyett, hogy úgy fogalmaznak, hogy közép-európai egyetem is. Nem tudom, látta, most már két nappal ezelőtt teleplakátolták az egész várost Soros György és mellesleg Simicska Lajos fényképeivel, hát hogy ők mozgatják Magyarországon az egész ellenzéki politikát, és akkor így megint föl lehet korbácsolni a törzsi nacionalizmust, aminek eredményeképpen majd ez a törzsökös magyar kormány megvédi a magyar fajt. Hát láttam én műsorvezetőre, azt mondta, hogy Soros György, hát idézni sem nagyon akarom, hogy mit akar tenni az anyjával, nem tudom, találkozott ezzel a hírrel. Kérem ez szépen, a kormánypárti ez szintiszta fasizmus. Tehát azt kell mondani, és ezt kell kijelenteni végül is, hogy a jelenlegi magyar kormány fasiszta kultúrájú kormánnyá silányult, a legordasabb eszmék alapján igyekszik a politikai vereségét most, ha úgy tetszik, győzelemmé vagy látszat győzelemmé varázsolni, és ennek alapján továbbra is szakmányban mérgezi a lelkeket és a szíveket és a fejeket Magyarországon annak érdekében, hogy a saját gonosz, alávaló és egyébként hatékonytalan önkényuralmát meghosszabbítsa. Mert hogy ez nem ideológiai alapú fasizmus, hanem haszonalapú, nem? Mind a kettő. Ideológiát is lát benne? Hát hogyne. Hát kérem szépen, az antiszemitizmus az ideológia, hát az igen, értékelv. Ha a sajátja és nem csak felhasználja. Hisznek benne. Biztos vannak benne nagyon sokan olyanok, akik hisznek is benne. Az nem mentség, hogy valaki nem hisz valamibe, de cinikusan felhasználja. Szerintem inkább súlyosbító körülmény. Tehát ezzel, ez egyáltalán... ezzel nem tudok vitatkozni, már amennyiben, ha önnek igaza van. Költségvetés. Azt mondta Varga Mihály, hogy hát ez a költségvetés már a jövő évi, ez nem egy választási költségvetés, ez egy nagyon szigorúan minden elvet és szabályt betartó költségvetés lesz. Hát ehhez képest mindenki rengeteget kap, mint hogyha egy igen gazdag ország lenne, ahol lehet osztani. Van annyi pénz, amiből lehet osztani, úgyhogy az ne tűnjön aztán választási költségvetésnek? Elosztogattunk mindent a jövőből is? Engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy ilyen silányon összevillázott költségvetést régen nem láttam. Sem technikailag nem helyes és megalapozott, sem pedig tartalmilag, azaz gazdaságpolitikailag. Talán emlékszik rá a műsorvezető úr, hogy két évvel ezelőtt a Fidesz kitalálta, hogy ketté vágja a központi költségvetést, úgynevezett működési és felhalmozási költségvetésre. Már ezzel baj van, mert normális országokban folyó költségvetést és tőke költségvetést különböztetnek meg, tehát rosszul olvasták az erre vonatkozó szakirodalmat is. Mindegy, hogy minek nevezzük, a működési költségvetésnek az lenne az értelme, hogy rendszeresen előforduló kiadásokat finanszírozunk rendszeresen előforduló bevételekből. Tehát például adóbevételekből finanszírozzuk a tanárok, az orvosok, az ápolónők fizetését, mert az minden évben jön az adóbevétel, és minden évben ki kell fizetni ugye a béreket a közszolgálatban. Nos, ezzel szemben ők mit csinálnak? Nagyon érdekes. Nem tudom, nézte ezt a csaknem 400 oldalas dokumentumot. Elijedt, hogy nem néztem végig. A működési költségvetésnek, műsorvezető úr, egyetlen egy forint hiánya nincsen, hanem egyensúlyban van. El tudja ön azt képzelni? Hát addig írtuk, amíg nem lett annyi. Igen. El tudja ön azt képzelni, hogy az adóbevételek pontosan megfelelnek a működési költségeknek? Hát ha addig nevelem az adókat, akkor igen. Nem, itt arról van szó, hogy az adókat szétvágták ott, amennyi fedezi az általuk működésének nevezett kiadásokat, majd a többit bepakolták a felhalmozási költségvetésbe, holott a felhalmozási költségvetésbe csak egyszeri bevételeket szabadna berakni, olyanokat, amelyek egyszeri kiadásokat finanszíroznak. Tehát technikailag... Akkor addig írták, ameddig nem stimmelt. Így van. Tehát az egész költségvetés szerkezetileg teljes mértékben rossz. És ez adja az alapját, hogy lehessen osztogatni? Mert hát a papír elbírja? Nem, ez annak adja az alapját, hogy teljesen áttekinthetetlen és értelmetlen a költségvetés. Tehát az egyik évet a másikkal nem lehet összehasonlítani. Na, de akkor hogy lehet működtetni majd? Hát végülis ez a költségvetés őket adja a jövő nem érdekli. Őket az érdekli, hogy legyen elég pénz
azokra a kiadásokra, amiket mindenféleképpen fontosnak tekintenek, valamint arra a rettenetes mennyiségű lopásra, amivel elrdálják részben a magyar adófizetők pénzét, részben pedig a hanyatló nyugat adófizetőinek a pénzét. Na, szép évvel én nézni. Na, még egy dolgot hadd hozzak szóba, már csak azért is, mert következő vendégünket egyebek mellett majd arról fogom kérdezni, hogy hogyan lesz itt valamiféle együttműködés a pártok között, ha egymás gyepálják. Ön hajdanában beszélt 500 napról, hogy meg kell nyerni egy összefogással a választást, és 500 nap nyugalmi időszakot kell adniuk egymásnak a pártoknak, amikor csak a szakpolitika van, rendbe kell hozni az országot. Most ehhez képest nem, hogy az 500 nap látszik elúszni, hanem valamiféle békét kéne kötni az ellenzéki oldalon, hogyha valami szándék van, ön lát erre esélyt? Elnézést kérek, de a felvezető nem volt jó. Az 500 nap az nem a választások előtti időszakra vonatkozik, hanem az utánira. Na már most, utána sem szakpolitikáról van szó, hanem arról, hogy 500 nap alatt, ami alig több, mint másfél év, helyre kell állítani az alkotmányos jogállam alappilléreit. A Modern Magyarország mozgalom 5 ilyen pontot fogalmazott meg, amiben egyébként a baloldal és jobboldal, a demokratikus ellenzék összes pártja egyetérthet, és ez azért fontos, mert ez egy minimális program a demokrácia helyreállítására. Utána, 500 nap múlva, majd minden párt a saját szakpolitikai programja alapján tud indulni, és akkor már 4 éves ciklusra rendes. Legyen egy új választás 500 nappal később. De ehhez előbb valakinek meg kell nyerni a választást, aki nem a Fidesz-KDNP jelöltje. Igen, és ehhez mi nem 500 nappal ezelőtt, és nem régóta vagy hajdanán, hanem most is folyamatosan azt nyomjuk, és ezt mondjuk, hogy a demokratikus ellenzék összes pártjának feltétel nélküli teljes körű együttműködésére, szövetségére van szükség, mert másképp nem lehet ebben az egyfordulós, aránytalan, tisztátalan választási rendszerben legyőzni a gonoszt, viszont hogyha legyőztük, akkor megvan az esély arra, hogy majd az 500 napos rendkívüli ideiglenes kormányzási időszak után már minden párt tényleg a saját szakpolitikai programja, értékrendje is, és világnézete szerint indulhasson. Megjelentek a kutatásokban, 1%-on mérték a MOMÁT. Nem emlékszem rá, hogy ilyen gyakran lett volna. Örültek? Annak, hogyha megjelenünk a kutatásokban, annak mindenképpen örülünk, de a százalékoknak jelen pillanatban semmilyen jelentőséget nem tulajdonítunk. A Modern Magyarország mozgalomnak a legfontosabb célja az, hogy az Orbán féle önkényuralmat a történelem szemétdombjára hajítsuk, és ezért mi folyamatosan végig minden párt összefogásának, minden demokratikus ellenzéki párt összefogásának vagyunk a híve, beleértve a jobboldali és a baloldali pártokat egyaránt. Na jó, jön a DK, mindjárt Molnár Csaba személyesíti most meg, és megtudom, hogy mit gondol erről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.